Élénkpiros színükkel és az olasz Pininfarina stúdió által tervezett dizájnnal tűntek ki a Szent Lőrinci mezőgép bemutatón a Zetorok. A K&B Gépudvar Kft. A pályázatokban most nagyon népszerű Proxima traktorok mellett a Forterra, Major és Krisztán család gépeit is bemutatta a nagy közönségnek. Én úgy gondolom, hogy amikor kijön egy gyár egy új termékkel, egy új külsővel, egy új dizájnnyal, akkor azt mindig be kell mutatni. Ez a mai nap és a hónapi seregszemle, ez erre szerintem tökéletesen alkalmas. Az Etor gyárnak az új dizájnnal, a Pininfarina által tervezett új külsővel megjelenő traktorja most a Proxima családba és a Forterra családba olyan félig meddig mondható újdonságnak. A nagy plénum előtt most jelenünk meg vele először. Ez a traktor, ami a hátam mögött található, ez az a nagyságrend, illetve az az erő, azt az erőt képviseli, amíg a most futó pályázatokban még éppen hogy belefér. Ezért ez az a gép, amit a vevőink közül a legtöbben beraktak a pályázataikba. A Zetor márkanév minden gazda számára sok évtizede a megbízhatóságot jelenti. Most az új forma és szín vonzó megjelenéssel párosítva növeli a márka népszerűségét. Nagyon sokáig tart a jó hír. A rossz hír meg nagyon gyorsan megy, szokták mondani. Most igyekszünk az Zetornak a jó hírét fenntartani. Az biztos, hogy így van, hogy az elmúlt 40 év alatt a kicsi közúton univerzál traktorokban az Etor az meghatározó volt. Hosszú ideig bizonyos régiókban, így a dél-dunántúli régióban is dobogós vagy közel dobogó helyezést ért el a saját kategóriájában. Aztán minden változik, van, amikor az ember feljebb van, van, amikor kicsit lejjebb van. Én úgy gondolom, hogy az Etor soha nem fog tudni eltűnni a magyar palettáról, nem is lehet ez a cél. Az idei értékesítéseink kicsit jobban alakulnak, mint a tavalyiak voltak, és meg fogunk mindent tenni annak érdekében, hogy ez a márka a régi fényébe csillogjon.